A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából tartottak megemlékezést Kistarcsán, az internálótábor egykori helyén február 25-én. A kommunista diktatúrák áldozatainak a száma 100 millióra tehető világszerte. A kommunizmus áldozataira tekintve lehet például a téma Kistarcsa vagy Recsk, ahol kegyetlen, állati elbánásban részesültek a rabok. Vagy a hortobágyi munkatáborok, ahová sokféle indokkal, vagy indok nélkül hurcoltak el embereket, vagy aztán juhodályokban szállásolják el, és embertelen körülmények közt dolgoztassák őket. Döbbenetes, hogy mennyire fehér folt az említett időszak. Széchenyi Kinga e témában írt könyve elején így fogalmaz. Sajnos volt olyan élményem, hogy a korszakot felnőttként, értelmiségiként megélő honfitársam jelentette ki a rendszerváltás idején, hogy soha életében nem hallott az 50-es évek kitelepítési hullámairól. A kitelepítetteknek, mintha bizonygatniuk kéne, hogy ami velük történt, tényleg törvénytelen és legfőképpen igazságtalan volt. A kitelepítési végzéseken nem szerepelt indoklás, azok csak a 24 órán belüli kitiltás tényét közölték. A kistarcsai polgármester hangsúlyozta, a kitelepítetteknek az összes bűnük a származásuk volt, csak úgy, mint a holokauszt áldozatainak. Hogyan mutassuk be a rendszerváltás után született generációnak ezt a sötét időszakot? Az egyénekről szóló történetekkel könnyebb azonosulni, könnyebb érzékeltetni azt, hogy milyen torokszorító a történelem, ha éppen a saját gyerekeink, szüleink, barátaink az áldozatok. A mai ifjúságnak azt is könnyebb lesz talán megérteni, hogy miért alakult ki nagyszüleikben, dédszüleikben az a fajta gondolkodás, amit a kommunizmus alatt tettek magukévá, a félelemmel teli óvatosság, és hogy ez hogyan hat még ma is az idősebb generációkban. Ha köztémává válnak az ezen időszakban elkövetett bűnök, a szorongásokat is magunk mögött lehet hagyni. Nem véletlen, hogy többször említettem a 89 után felnövekvő generációt. Eltökélt szándékunk, hogy Kistarcsán nem csak méltó emlékhelyet hozunk létre az itt szenvedők emlékére, hanem talán még fontosabb célunk, hogy megmutassuk gyerekeinknek a diktatúra valódi arcát, hogy soha ne merüljön feledésbe az a sok szörnyűség, ami sokkal több halálos áldozatot követelt, mint a második világháború. Konkrét feladatunk lesz a középiskolás korosztály oktatása, rendhagyó történelem órák keretében itt az internáló tábor területén. Óriási mennyiségű anyagot gyűjtöttek össze kollégáim. Tarnai Rihárd kormány megbízott szerint a diktatúrák megítélésében még ma is jellemző a kettős mérce. Sokszor fölmerül az a kérdés, hogy, és ahogy polgármester úr is utalt rá, hogy a diktatúrák között lehet-e, kell-e különbséget tenni. És nagy divat manapság, tisztelt hölgyeim és uraim, kedves diákok, nagy divat manapság különböző mércékkel mérni. Attól függően, hogy ki mi miatt került kivégzésre, kit mi miatt kínoztak. Én azonban azt gondolom, hogy az a normális emberi hozzáállás, hogy minden emberi élet egyenlő, és teljesen mindegy, hogy milyen diktatúra oltotta ki az adott ember életét. De ha már belemegyünk, akkor azért érdemes megnézni, hogy valóban milyen diktatúrák voltak Magyarországon a 20. században. Szocialista diktatúrák voltak Magyarországon, másféle diktatúra nem volt. Ezek persze különböző mezben jelentkeztek, a kor idézőjelben követelményeinek megfelelően, de az első ilyen diktatúra az az 1919-es proletár diktatúra, ami az akkori nemzetközi szocializmusnak a diktatúrája volt. Hál' Istennek ez csak 133 napig tartott. Aztán jött egy másik diktatúra, a 40-es évek derekán, ez a nemzeti szocialista diktatúra volt. Akkor éppen az volt a trendi, hogyha ezt a szót szabad használni, hogy nemzeti mázzal öntsék le a szocialista gondolatot, és azért nemzeti szocialista színben gyilkolták halomra az embereket. Aztán eltelt egy fél év,
és lecserélték az ingeket a barnát vörösre, és attól kezdve államszocialista diktatúraként gyilkolták és kínozták az embereket. Én azt gondolom, ha valakit megölnek, akkor őt nem nagyon érdekli, hogy minek a nevében ölik meg, az ugyanolyan gyilkosságnak számít, és ezért is bosszant engem, amikor a kettős mércével mérnek. Már pedig a kettős mércére van példa a mai világunkban, hiszen éppen pár évvel ezelőtt hozott az Európai Unió egy döntést, hogy törvénytelen volt a magyar hatóságok azon intézkedése, miszerint tilos vörös csillagot hordani. Jelenleg tehát az Európai Unióban horogkeresztet nem lehet hordani, vörös csillagot viszont lehet hordani. És van sajnos a 90-es éveknek egy magyar vonatkozású döntése is. Az akkori alkotmánybíróság, amelynek éppen Sólyom László volt akkor az elnöke, az igazságtételi törvényt, az Zétényi Takácsféle törvényt, ez nektek már inkább történelem, nekem gyerekkorom, fiatalkoromnak a valósága, azt hatályon kívül helyezte arra való vonatkozással, hogy boszorkányüldözést nem lehet folytatni. Magyarul, akik ezeket a szörnyűségeket itt elkövették a nagyszüleitekkel, az én korosztályomnak a szüleivel szemben, azok most is élvezhetik az életet, és úgy távozhatnak az élők sorából, hogy egy hajuk szála nem görgöl. Azt látjuk tehát, hogy a kettős mércének manapság is van hagyománya. Ha ilyen színben öltek meg valakit, akkor az megbocsáthatatlan. Ha más színben öltek meg pár hónappal később, az pedig nem csak hogy megbocsátható, hanem nyugodtan lehet viselni a kitűzőn is ennek a diktatúrának a jelvényét. És egy sajátságos dolog az, amikor az ember a parlamentben ül, és magammal szemben látom azt az embert, aki a brusznyai kivégzésben jeleskedő Pap János elvtársnak, aki ezt a levelet írta, a táskahordozója volt, és ma, mai Magyarországon országgyűlési képviselőként osztja az észt, és ő mondja meg többek között, hogy mit érdemes a kormánynak csinálni, és mi az, ami rendkívül antidemokratikus és rendkívül diktatórikus intézkedés lehet. Az élet tehát érdekességeket tartalmaz, és a kettős mérce napjainkban is jellemző. Kistarcsán az egykori internálótábor helyén a megemlékezés koszorúját helyezte a kopjafánál Tarnai Rihárd kormány megbízott, a Pest megyei kormányhivatal vezetője. Lerótták kegyeletüket a Klebelsberg intézményfenntartó központ helyi vezetői is. Kistarcsa önkormányzata nevében Solymosi Sándor polgármester és ifjabb Juhász István alpolgármester koszorúzott. Megemlékeztek az áldozatokról a túlélők is, így az 1956-os szövetség képviselői, a Recski Szövetség és a Politikai Elítéltek Szövetségének irányítói is fejet hajtottak. Koszorút helyeztek el a kopjafánál a Simándi József általános iskola vezetői, a városi óvoda dolgozói is. A Kistarcsai Internáltak Emlékére Alapítvány képviselője is tisztelgett az internálótábor áldozatainak emléke előtt. Koszorúzott a kopjafánál Juhász István, a Kistarcsai Vállalkozók baráti körének elnöke is. A megemlékezés keretében a Kistarcsai Csigaházban levetítették Pozsgai Zsolt, Mindszenti Szeretlek Faust című filmjét. Most jelensz. Te ilyen. Az én hófja, a színész. A kommunizmus áldozatainak emléknapja alkalmából versenyt hirdettek a kistarcsai Simándi József általános iskola 7.-8. osztályos diákai számára. A versenyzőknek az 50-es évek fogalmait kellett megfejteniük, egy korabeli diák nevében levelet írni, plakátot készíteni, tesztet kitölteni. Az első helyezett egy 7. csapat, a Mint a Mókus Örs lett, a csapat tagjai Solymosi Sándor polgármestertől vehették át a díjat. Akkor 5-fő csapat van elejteni, és a botonnak megadjátok át. Itt a nagy tortátok az első helyezésért. Nem, én viszont nem tudjuk, ki a legügyesebb kivenni meg fog, tessék, és akkor meg kaptuk ti is egy dobot, és itt van az íjatok még ebben a nagy skóban. Köszönjük szépen! Gratulálok!